Üdvözlöm Önöket! Harmadik alkalommal rendezték meg az Ex Libris kiállítást az Adai Szarvas Gábor képtárban. A nemzetközi tárlaton többek közt argentin, indiai, norvég és magyar alkotók munkáit tekinthették meg az érdeklődők. Az Adai Szarvas Gábor könyvtár munkatársainak elmondása szerint az intézmény nagy hangsúlyt fektet a képzőművészetekkel kapcsolatos programok szervezésére. Morvai Nagy Bali Tamara könyvtáros szerint az Ex Libris kiállítást is nagy becsben tartják a könyvtár munkatársai, hiszen az Adai könyvtár nem először ad otthont a tárlatnak. Különös nagy öröm számunkra, hogy ismét vendégül láthatjuk Boros György kurátor kiállítását, hisz ez nem az első alkalom, és reméljük, hogy nem az utolsó, és ez az együttműködés a továbbiakban is folytatódni fog. A kiállításon csak olyan munkákat mutattak be, amelyeknek több példánya is van. Minden művésznek 3 grafikát kellett elküldenie, ezzel bizonyítva, hogy nem ceruzával rajzolta az alkotását. A tárlatot korábban Szabadkán és Topolyán is bemutatták már. Az Adai kiállítást Barna Kolozsi Valéria képzőművész nyitotta meg, aki elmondta, azért is jelentős ez az alkalom, mert olyan gazdag a kiállítás anyaga, hogy minden látogató érdeklődését felkeltheti. Mint ahogy minden más képzőművészeti alkotás, és nem csak az eredete, hogy mikor és mit mutattak be, az a fontos, hogy él. És az, hogy él, tehát a korszerű témák is fontos feljegyezni, és bármilyen formában, mert összetartozó része az életünknek. Tehát ez nem vált el, és ez nem változik. Lehet, hogy változik a technika, változik a módszer, hogy hogyan küldhetjük el, hogyan, tehát hogy elektronikus formában is már fel lehet dolgozni, de tartalmilag és képileg az a jelentősége, hogy viszi a nézőkhöz, és ez a kiállítás is Adán azért fontos, mert eljut több ember szeme elé, viszont szoktam mondani, hogy a kiállítások az egy zenekari fellépés, ami a zenei életben van, tehát ez fontos, igen fontos, mert összehozza, találkoznak a képzőművészek úgy is, hogy nincsenek jelen, de az alkotásokon, az üzeneteiken keresztül, tehát viszik, továbbítják, és én azt hiszem, hogy ebbe van a nagy fontossága, és amikor kis településről van szó, még nagyobb a jelentősége, hogy egy nemzetközi találkozó, egy szimfónia, egy zenekari fellépés, mert azért tudjuk, hogy az üzenetek nem csak hangosan mehetnek, sőt, nagyon sok ember igényli azt, hogy talán csöndesen. A kiállító képzőművészeknek 2 téma kapcsán kellett alkotniuk. Az egyik az antikvitás volt, ókori motívumok használatával kellett grafikát készíteniük, a másik Ex Libris témája nem volt kötött, a grafikusokra volt bízva, hogy milyen stílusban alkotnak. A kiállításra 60 művész csaknem 180 munkát küldött el. A szervezők célja többek között az volt, hogy ápolják a kis grafikai műfaj több száz éves hagyományát. Valamikor, amikor a nyomda és a kompidér világ nem volt ennyire elterjedve, természetesen a középkorban, tehát onnan eredt az Exilbisznek az elkészítése, mert akinek volt mondjuk egy nagyobb könyvtára, tehetősebb mondjuk polgár volt, felkérte a grafikus művész, hogy készítsen egy olyan kis grafikát, amiben az ő neve is benne van, és ő ezt később az ő könyveibe belenyomtatta. Tehát ez innen ered. Na, most már a 21. században ezeket a grafikákat nem nyomtatják be a könyvbe,
hanem ez mint egy új műfaj szerepel az ex libris. Tehát tulajdonképpen ez, ha azt mondjuk, hogy csendélet, azt mondjuk, hogy portréfestészet, a grafikában pedig azt mondjuk, hogy ex libris. Tehát tulajdonképpen az ex libris az semmi más, mint egy kis grafika azzal, hogy van benne szöveg. Boros György hozzátette, a nagy múltra visszatekintő műfaj legfontosabb jellemzője, hogy mindenképpen szerepelnie kell a grafikán az ex libris kifejezésnek, valamint annak, hogy ki számára készül az adott képzőművészeti alkotás. A vándorkiállítást március 24-éig tekinthetik meg az érdeklődők Adán a Szarvas Gábor könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Magyar Kanizsán a közelmúltban tartották meg a 18 című darab két felvonásos ős bemutatóját. A darab, amelyet Andrássy Attila írt és rendezett, az osztrák-magyar monarchia utolsó napjairól szól, egyúttal emléket állít az első világháború 100 évvel ezelőtti befejezésének is. Az Udvari Kamaraszínháza bemutatott megelőző egyhetes magyar kanizsai tartózkodása során véglegesítette a darab utolsó jeleneteit. Andrássy Attila darab írója és rendezője 10 évig kutatott a hiteles kordokumentumok után, ám időközben újabbak is előkerültek a 100 évvel ezelőtti eseményekről. 1918 az egy rendkívül dramatikus történet, rengeteg drámai lehetőség van benne, amit ugye ki lehet aknázni, hát mindenféleképpen ezen dolgoztunk. Én már egy jó ideje kutatom ezt az időszakot, több mint 10 éve, és folyamatosan bukkan rá az ember olyan könyvekre, amik eltűntek, vagy 45 után elégették, és akkor 2-3 példányban maradt meg, akkor reprintbe vagy kiadták, vagy pedig a levéltárba hozzáférhető anyagok, és hát mindig is érdekelt, ugye szabadkai születésű vagyok, és érdekelt, ugye hát lényegében a Magyar Királyság 18 béli utolsó 3-4 napja, hogy hogyan történt az, hogy ugye hát valamikor koronázó nemzet voltunk, most pedig kisebbségbe szorultunk. Hát emiatt kezdtem el ezzel foglalkozni, de hát rengeteg érdekes dologra találtam, ami miatt lényegében el is kezdtem írni ezt a színdarabot. Ez mindenféleképpen Európának egy fontos eseménye, hiszen hogy az első világháború azt eredményezte, hogy valójában nagyhatalmi státusz Közép-Európában nincs, a második pedig azt, hogy egyáltalán Európában nincs. És ennek a folyamatnak, amit most élünk, praktikusan a harmadik lépcső, hogy Európa is megszűnik. Lényegében, ha Európát úgy tartjuk, hogy keresztény, a görög és római kultúrán alapuló kultúrával rendelkező világ, akkor lényegében ez szűnik meg. Na ez kezdődött 18-ban, mert nem csak ország bomlott föl, hanem értékek is tűntek el. Ez a legnagyobb előadásunk, 11 szereplős lényegében. Persze hát másonnan is hívtunk színészeket, nem csak azokat a színészeket alkalmaztuk most, kértük fel most, akikkel általában dolgozunk, hívtunk más helyszínről, más társulatoktól is színészeket. Egy érdekes mesét dolgoztunk fel. Lényegében most találtam meg 2 hónapja Lukacsics Sándornak, a Budapesti Katonai Körzet parancsnokának az emlékiratait, ugye 18-ról, a levéltárban, hát egy példányban, néha fellelhető még egy-egy példány, és ez óráról órára írja le az eseményeket. Nem dokumentum dráma, amit színre viszünk, hanem azért fikció. De Lukacsicsot és Uzsaki Báró Szurmai Sándort, az akkori hadügyminisztert egybegyúrtuk lényegében.
tehát egy figuraként jelenik meg Uzsaki Báró Szurmai Sándorként, de hát láthatjuk a színdarabban Szabó Ervint, ugye, akiről a fővárosi könyvtárat nevezték el, ők a temetőbe szervezkedtek Tisza István meggyilkolására Ducinszka Ilonával, aki nálunk Fadettként szerepel, Szorcsi Kriszta művésznő viszi színre az ő szerepét. Hogy már te engedélyt neki hazajönni? Mi? Haza kellett jönnöm. Miért? Mert ti nem vagytok férfia. De Fadett. Hogy? Nem vagytok férfia. Nyulak vagytok, kutyák. Csak a falatotok csóvá bennetek. Elég! Elég! Lénárt László szerint színészi szempontból sem volt egyszerű eljátszani az akkori kor meghatározó politikusainak szerepét. Ennek a színháznak, a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színháznak szinte küldetése hogy a magyar történelemnek az ominózus nagy szegmenseit megmutassa, és ez a 18 című előadás is ebbe a sorba illeszkedik. Én Uzsaki Báró Szurmai Sándort játszom ebben a színdarabban, akinek ugye az volt a történelem által ráosztott szerepe, hogy megpróbálja valahogy kordában tartani az egyre jobban széteső osztrák-magyar monarchiát. És mint hadügyminiszternek azt hiszem embert próbáló és nem igazán sikeresen megoldott feladat volt ez. Mert akármennyire küzdött is ellene, szétesett. Sajnos a közös hazánk az csonkává vált, és ez a színdarab tulajdonképpen azt az utolsó 3-4 napot dolgozza fel, amikor ez a kataklizma bekövetkezett. Kálló Béla egy kitalált történelmi szemét alakít. Én ebben az előadásban egy nagyon érdekes embert játszom. Tulajdonképpen történelmi szempontból egy nem létező szemét, tehát egy kitalált, egy fiktív szemét. Államtitkár vagyok, és Ferencnek hívnak, viszont a mesevezetés szempontjából egy lényeges figura, hiszen tulajdonképpen a fordulatok, a dupla csavarok az előadás mentén azok az én jellememből, figurámból adódnak, és segítik meg tulajdonképpen az egész előadást egységessé tenni. Egyrészt egy szerelmi vonalat hozok, másrészt pedig egy nagyon komoly, nagyon erős katonai vonalat hozok. Szurmai tábornok államtitkára vagyok, tehát a miniszter úr államtitkára vagyok, és így tulajdonképpen ketten képviseljük az akkori karhatalomnak a megtestesítőit, aki tulajdonképpen ugye ebben a három napban sajnos az összeomlás pillanataiban kénytelenek voltak elhagyni a minisztériumot és átadni a helyüket az újabb vezetőknek. A kifejezett parancsa ellenére sem lennék képes a miniszter úr elé rendelni az ön által kért tiszteket? Ma van egy nagyon komoly előkészületi fázis, amikor az író és tulajdonképpen a csapat, akik a tanulmányi munkát végzik, mondhatni azt, hogy ehhez az előadás az éveken keresztül rengeteg olvasmányanyagból ugye gyűjtöttek, és aztán Andrássy Attila végül aztán ugye megírta a darabot, és van a másik része, az alkotócsapat, a színész, aki megpróbálja megszemélyesíteni ezeket a történelmi személyiségeket. Elég nehéz egyébként, hiszen bizonyos emberekről vannak kordokumentumok, bizonyos emberekről viszont nem hiányos, vagy pedig nem létező, tehát nem léteznek dokumentumok, ezért a képzeletünkre tudtunk kizárólag hivatkozni. De én azt gondolom, hogy egy kor szellemét, hogyha az ember tanulmányozza, már pedig azért létezik egyfajta irodalom ehhez, hogyha tanulmányozza, akkor a kor szellemiségéből, gondolkodásmódjából tud hozni egy olyan mintát, egy olyan magatartást, ami azt a kort képviseli, és mi ezt megtettük. Tehát gyakorlatilag nekem sem volt semmilyen előtudásom ehhez. A darab, amely elsősorban a felnőtteknek íródott, de tanításaival utat mutathat az ifjabb nemzedékeknek is, szép sikert aratott. A színészek kiváló játékát, a jelmet és a díszlettervező ötletes megoldásait és a rendezői teljesítményt vastapsal jutalmazta a magyar kanizsai közönség.
The End a címe a Kosztolányi Dezső Színház legújabb szabadkai bemutatójának. Az előadás az elmúlás különböző aspektusaival foglalkozik. Andrej Boka 5. színházi rendezésének témája az elmúlás. A rendező úgy látja, hogy az egészség, a fiatalság, a haladás, a fogyasztás és az élvezet világában a halál tabu téma. Viszont a vele való szembesülést senki sem kerülheti el. Az alkotók szerint fontos az előadás erős iróniája, hiszen a halál ténye annyira drámai, hogy innen már a tragédia műfajában nem lehet mélyebbre menni. Sama smrt jeste tužna, ali sve oko toga ili doživlja ljudi prema tome jeste tragikomičan i zapravo ta potreba i radoznalost ljudi da saznaju šta je posle i da li ima nešto posle smrti jeste zapravo dosta ironično i tragikomično. Ost ili rojto Jürgen Bergotta. Vládó Grbics a Szabadkai Népszínház szertársulatának színésze vendégként volt jelen a produkcióban. Andrejjal már több filmben is dolgoztak együtt, most viszont először kellett magyarul monológot mondania. To je bilo ponavljanje i na javi i u snu. I dok jedem i dok trčim i dok igram druge predstave, tako da sada kad sam video da to ide, mislim da ću malo da se opustim. Meglátom a vakítot, mélységet. Ott álltom a hatalmas kapu előtt. Végtelen csend. Végtelen horizont. És sehol nem jönnek. Ne znam ni kako drugačije prići toj temi, ako je ne posmatramo sa ironične distance ili ako bismo se njome bavili svaki dan, mislim da bi to bio jedan izuzetno težak život, tako da ili najbolje ne misliti o tome ili se baviti time sa jedne komične, neću da kažem veselije, komičnije strane. A halál inspiratív téma, ami kreatív gondolkodásra késztet, és ez egy olyan dolog, amivel mindenkinek szembesülnie kell egyszer, és mindenki gondol róla valamit. Nekem nincs bajom a halállal. Lehet, hogy ez néha csodálkozok is azon, hogy mennyire nincs bajom a halállal, de lehet, hogy azért, mert még soha nem gondoltam bele igazán, vagy tényleg jó, nem tudom eldönteni, de nekem sok találkozásom volt már a halállal közeli emberekkel, és úgy érzem, hogy úgy a túlvilággal is valami jó viszonyom van. Nem sírtam. 14 évig soha semmi miatt nem sírtam. 14 évvel később mentem férjhez. Fehér ruhában álltam a tiszta szobában. A húgom a fátlan igazgatta. Olyan volt, mint a barzsa rózsa. Anyám büszkén nézett bennünket. Kezében tálcát fogott apró süteményekkel. Adott a násznép zeneszóval ünneplőben, és akkor a lakodalmasok közül valaki az apámat kereste, hogy a vőlegényem kikérhessen. Egyedül álltam ki a ház elé a gangra, és elkezdtem sírni. Ennyi volt ez a heti kulturális tartalom, jövő héten várom Önöket, viszontlátásra!